Gyakran lehetünk sikeres és érdekes filmfesztiválok és filmnapok részesei. Ráadásul ezek a rendezvények nem csak a nagyvárosainkban, de több vidéki településre is eljuttatják filmjeiket. A magyar játékfilm szakmai sikere mellett idén a közönség sikert is elérte. Nem csupán versenyprogramja, hanem a versenyen kívül műsorra tűzött alkotások révén is a dokumentumfilm műfajára összpontosított az idén ősszel 17. alkalommal megrendezett Filmtettfest Erdélyi Magyar Filmszemle. A kolozsvári Győzelem moziban rendezték a megnyitót, a legtöbb filmvetítését és a fesztivál záró díjkiosztást. Közönségtalálkozók, kerekasztalbeszélgetések, hiánypótó szakmai és baráti találkozások mind belefértek az ötnapos rendezvénybe. A 100 éves első erdélyi magyar játékfilmről, a Sárga Csikorról elnevezett életműdíjjal évente kitüntetnek egy-egy olyan személyiséget, aki munkásságával jelentős mértékben segíti vagy segítette a kezdő és a tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását. Most a díjat dr. Pető Ágnes, a Szapiencia Egyetem tanszékvezető tanára vehette át. Egy cigánylány története és egy titokzatos katona meséje nyerte idén a Filmgalop verseny megosztott fődíját. Idén először a kezdőfilmesek versenyének fődíjához trófea is társult, a Sárga Csikó díj kisebb változata. Nagyon szépen köszönöm, jó csapatommal és jó csapatommal. De fáradjanak benne, ez itt a Képzelt Kávéház. Meghívottaink az idei Filmtettfest vendégei, díjazottai és zsűritagjai. Vendégünk Hajdu Szabolcs is, akinek itt mutatták be Kanzoli Vanta című dokumentumfilmét, melynek története a Déli báb című játékfilmhez kapcsolódik. Idén két legendás Szomjas György film került terítékre Kolozsváron, valamint a Halmos Béráról készült portréfilm. Itt van az egyik díjnyertes fiatal rendező, és itt van mai beszélgetésünk témája, a dokumentumfilm. Szóval Ibolya, nem véletlenül kerültél be a zsűriébe a Filmgalop, az idei Filmgalop dokumentumfilmes versenyének, hiszen a játékfilmjeid mellett jelentős dokumentumfilmes munkásságod is van. Azonban ez az utóbbi években talán kevésbé volt. Én nagyon szeretek dokumentumfilmet csinálni, és gondoltam is, hogy csinálok az anyám után, de nagyon nehéz most ez nekem legalább. Szóval amilyen fajta dokumentumfilmeket én csináltam, azok arra épültek, hogy van egy közmegegyezés arról, hogy milyen a világállapot, és mit értünk a dolgokon. És akkor ahhoz képest lehetett elmesélni történeteket, mert lehetett arra számítani, hogy nagyjából azt gondoljuk a világról, amit gondolunk. És azon belül nyerte el minden a jelentését. És annyira felbojdult a világ, annyira képlékeny, annyira furcsa, annyira nagyon nehezen értelmezhető. Nincs, semmiről nem tudjuk, hogy az megye vagy valamilyen, vagy megy valahova, hogy nagyon nehéz ma számomra legalábbis dokumentumfilmen történeteket elmesélni. Mert nem egyértelmű a dolgok jelentése. Úgyhogy én úgy képzelem, hát azért én játékfilmes aggyal csinálok dokumentumfilmet is, tehát keresem a történetet az anyagba. Már most én úgy gondolom, hogy most megint annak lenne az ideje, mint annak idején a 60-as évek végén, 70-es évek elején volt, épp a Szomjas Gyuri mesélt róla most benne az órámon a Szapiencián a gyerekeknek, hogy az a Szociológiai Filmcsoportot című kiáltványt, amikor a Balázs Bélások megcsinálták, akkor az volt az elgondolás, hogy muszáj tényekkel előhozakodni azzal a teljesen összeállt ideológiai maszlaggal szemben, amiben éltünk. Na de az egy konstans állapot volt egy társadalom életében, és akkor azzal a sok hülyeséggel szemben, amit beszéltek, azzal szemben lehetett a tényekkel előhozakodni, ugye az volt a szlogen, hogy a tények hatalma, mert a tények tükrében teljesen nyilvánvaló volt, hogy
hazugság az egész, amit beszélnek. Na most nem pont így vagyunk, mert mondom, nagyon zavaros a világ, és mindenről mondanak valamit, és az ellenkezőjét is. Nagyon nehéz értelmezni, és megint annak látnám az idejét, nem tudjuk, hogy mi beélünk, igazán. Hogy el kéne kezdeni most megint a tényeket szemügyre venni, jó szikáran, jó elfogulatlan aggyal, csak hogy lássuk, hogy mi van. Mert nem tudjuk, én szerintem nem tudjuk. Mindenki beszél mindenfélét, mindenféle világmagyarázatok, nagyon lakonikus ráadásul, tehát nagyon, nagyon egymondatos igazságokat mondanak, itt csak ki tudja, hogy úgy van-e. Hát lehet, hogy akkor pont ezt a káoszt kéne dokumentálni, vagy ezt a kettősséget. Hát igen, 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 én inkább azt szeretném most, engem rettentően érdekelne az, hogy valójában mi van. És ez nagyon nehéz közel férkőzni. Nincs áttekintésünk, rettentően hiányzik például a szociológia, a szociológiai kutatásoknak az anyaga. Nincs, nem történnek ilyenek. Hogy valaki vegye már szemügyre, hogy most akkor jó mód van, vagy szegénység van, vagy van szegénység, de mekkora, és milyen természetű. Ugye, hogy én tudom, mi leszaladtunk 2 évvel ezelőtt nyáron, amikor a menekült hullám beindult, Pesten ottan táboroztak a Keletinél, a valamikori köztársaság téren, II. János Pápa tér lett, és gondoltuk a Franciszkóval, a Gozó Franciszkóval, hogy akkor leszaladunk és forgatunk ottan, hogy lássuk, hogy milyen. És 2 napot forgattunk, és aztán egymásra néztük, és azt mondtuk, hogy ezzel nem megyünk semmire, mert nem tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Tehát az egyértelmű volt, hogy ez nem az, aminek első ránézése látszik, de hogy pontosan micsoda, az nem egy dokumentumfilm dolga, hanem egy tényfeltár újságírásé. Na most én nem a tényfeltár újságírásra gondolok, mert az egy politikai természetű dolog, hogy ahhoz képest, amit a politika mond, valójában mi a valóság, hanem kifejezetten egy ilyen szociográfiai, szociológiai jellegű adatgyűjtésre. Azt se tudjuk, hogy hogy néz ki a világ. Hát gondold meg, hogy micsoda vizuális zűrzavar van az interneten. Lehet, hogy valakiknek ez az érdeke, hogy minél valóban hát, az zűrzavar. De én azt gondolom, hogy ez egyszerűen csak annak a kérdése, hogy mindenki feltehet 3 percet, vagy 15 másodpercet, amit lőtt a telefonjával. Szóval ez, én úgy gondolom, hogy ez egy önkéntes tébolyda. Mindenféle fölkerül. Ami egyrészt persze vicces, meg örvendetes, mindenki úgy érzi, hogy hozzászólhat egy 30 másodperc erejéig a világ folyásához, de a teljes káosz jön létre belőle. Tehát ahhoz nagyon-nagyon ilyen öreg harcedzett tekintetek kellenek, mint a miénk, érted, a mi generációnké, hogy lásd, hogy igaz vagy hazugság, vagy ott valami nem stimmel. És hát, hogy milyen borzalmasan néz ki az egész, az meg rettetes. Tehát ez, hogy össze-vissza kószafaszálnak, már bocsánatot kérek a kifejezésre, ha összékel a telefonjukkal, és azt képzeljük, hogy ez egy kép. Na most ennek nagyon nagy probléma, hogy ez a filmkészítésbe is becsorog. Aminek, hogyha van egy stilizáltsága, hogy ilyen a világállás, és akkor ez van ma, az egy dolog, de elhitték fiatal emberek, hogy hát az érvényes, hogy ottan kószál egyet a keze ügyébe eső rögzítési eszközzel. De azért készülnek nívós dokumentumfilmek is. Abszolút, így van. Valamennyi gondat, ez a fajta gondatlanság azért az látszik a legtöbb filmen. Tehát az például nagyon fontos dolog, és nem könnyű megtanítani a hallgatóknak, hogyha elindítasz, hogy a svenk az egy dolog, az nem úgy van, hogy éppen most innen-oda néztél hirtelen, hanem amikor elindítasz egy mozgást a kameráddal, a telefonoddal, akármivel, a krumplipüré készítőgépeddel, mindegy, akkor tudjad, hogy hova fogsz megérkezni, mert különben rossz lesz a mozgás. Tudod, tehát azt, hogy tudatosan csinálj képet, az például nagyon nehéz visszahozni a kánonba. Hogy ne csak úgy, hát ami, ahogy esik, úgy puffan. És ez baj, mert ez egy gondolati slendriánságot is eredményez. Mennyire tükröződik ez a slendriánság? Most már legyünk őszinték, a most látott versenyfilmeket. Láttunk belőle. Szóval nagyon rokonszenves és szép anyag. Tehát szerettük.
az anyagot. De nagyon kevés volt közte az a film, amin azt láttuk, hogy ez végig van gondolva, tartalmilag is, formailag is, és meg van csinálva, tehát hogy van egy formai gondosság. Na most ezt nem valami konzervatív marhaságnak kell képzelni, amikor azt mondom, hogy formai gondosság, mert én például nagyon szeretem a rendetlenséget. Tehát nekem tetszik a rendetlen világ. Vizuálisan is, meg szeretem az elevenségét és a kiszámíthatatlanságát, mint ahogy dokumentumfilmben a spontaneitás és a váratlanság az mindig nagyon gyümölcsöző. De én, aki megpróbálom megmutatni ezt a rendetlenséget, nekem nagyon kell tudnom, hogy hogyan akarom megmutatni. Tehát én nem lehetek rendetlen. Nekem nagyon tudatosan kell rögzítenem azt, hogy hogyan fog megjelenni a rendetlenség a képenben. Ez egy kicsit ilyen okoskodásnak hangzik, de valójában tényleg ez a lényeg. Tehát, hogyha van egy csodálatos, tüneményes szereplőd, akit nagyon szépen, nagyon melegszívűen megmutatsz, de gondold végig, hogy az ő történetét hogy fogod elmesélni? Hogy mi lesz a vége? Az például marha nehéz a hallgatókkal, nem csak dokumentumfilmben, kisjáték, egyáltalán játékfilmes gondolkodásban is megértetni, hogy amikor van egy remek ötleted, tudod, hogy erről kéne szóljon egy film, akkor tudjad már, hogy mi lesz a vége, hogy hova akarsz megérkezni, hogy mi lesz a... Hát ezt régen úgy hívták, az üzenet. De már azt sem mondom, a gondolat, hogy mi a gondolat, hova megy a fuvar, szoktuk volt mondani. Mert különben valahogy elenyészik a filmeknek a vége. Pár évvel ezelőtt gyökeresen átalakult ez az egész magyarországi filmtámogatási rendszer. Ugye leváltak a nagyjátékfilmek a minden egyébtől. Igen. Most nem tudom, ez mennyire látszik, hogy megváltoztak ezek a dolgok? Mennyire látszik a mostani dokfilmek tartalma? Az a probléma van, hogy egy kicsikét én azt látom, hogy a frissesség eltűnt. De nem vagyok mérvadó, mert nem láttam minden filmet. Láttam sokat, de nem vagyok képbe a teljes termést illetőleg. Hogy a dolognak a frissessége, a váratlansága tűnik el, egy kicsit ez nem is nálunk történt, hanem a világban, hogy bejött ez a úgynevezett kreatív dokumentumfilm, ami hát a fából vaskarika, mert gyakorlatilag egy fikcionalizálása van a dokumentumanyagnak. Tehát az a kiszámíthatatlanság, az a váratlanság, amitől igazán izgalmas egy dokumentumfilm, valamire ráfogod a kamerádat, és egyszer csak történik valami, amit az életben nem gondoltál, hogy ez lesz belőle, amitől azt érzed, hogy valóban az élet ott van, az valahogy kilugozódik ebben a nagyon átgondolt, nagyon fejlesztett, nagyon nem tudom én, megformált világban. Látszólag ellentmondanak annak, amit mondok, de amit az előbb mondtam, de mégis így van, hogy egy kicsit szabadabban kéne hagyatkozni, én szerintem arra, ami a szemed látára lezajlik, az, ami kiszámíthatatlan. Ez a kiszámíthatatlanság kezd egy kicsit eltűnni a dokumentumfilmekből. De nincs, szóval én például biztosan szabadon hagynék egy csatornát arra, hogy valaminek nekiugrasz a kameráddal, aztán vagy úgy lesz, vagy nem úgy lesz. Tudod, ez egy kicsit nekem hiányzik, és mondom, főképpen annak a tükrében, hogy én szerintem radikálisan és hihetetlen sebességgel változik a világ most ezekben a percekben is. És erre valahogy nem vagyunk felkészülve, és nem tudjuk lencsen végre kapni. Jó, hol van a csomagod? A manoda nem mennek vissza, nem mit. Nem mennek a rendőrségre. Rendőrségre. Én bemegyek a rendőrségre, de csak kacagni fognak rajtunk. Én megmutatom, hogy elvittem, aztán annyi. Hol a rendőrség? Itt van. Daniela Dusza, Daniela i Csáka, Szövegyecka i Jeho. Manuko Preuna Kujer, Lungária. Asta, ea vrea să facem o hârtie, că eu am mers împreună cu el în Ungaria. Cred că așa ceva nu se poate face. E orice... Nu e minor. Nu ești, nu? Nu ești. Deci el e în jur de liber să circule oriunde vrea. Știu. Deci nu este urmărit de către poliție, nu are niciun fel de interzicere de a părăsi țara sau așa ceva. Nu pentru aia, ce spune. Da? Pentru aia. Dar dumneavoastră îl filmați acolo? Da.
Și acum e frică că nu mai întoarce și... Dacă ți-e frică, nu te mai duci. Deci asta e singura soluție. Egy nagyon szellemes és nagyon, nagyon, nagyon erős anyag, mert egy magatartás formát hihetetlen plasztikusan leír, ugye, és hát ezt ugye így fogalmaztuk meg itt a beszélgetéseinkben, hogy azért egy nagyon érdekes szituáció, mert a cigányok ugye azért állnak ellen, mert egyszerűen nem tudják elképzelni azt, hogy valakinek ők fontosak. Ez az ő világképükbe valahogy nem fér bele, és ez a konfliktusnak a háttere, hogy egyszerűen nem hiszik el, akármennyire bizonygatja az a szerencsétlen filmes, hogy semmi baja nem lesz a srácnak, stb. Az, hogy ők fontosak csak önmagukban azért, amit tudnak, vagy a személyiségük, ez az ő számukra egy ismeretlen helyzet. Szóval én ezt egy nagyon értékes anyagnak tartom, mert egy nagyon, nagyon mélybe pillantást enged egy bizonyos világba, amit azért nem könnyű megragadni. Ennek a filmnek nincs szerzője, tulajdonképpen a szerzője az operatőr, aki adott esetben bekapcsolta a kamerát. Nyomta a gombot, amikor kellett, és arra nézett, amerre ő gondolta, tehát ilyen szempontból ez is egy, hogy mondjam, de legalább nekem nem volt hozzá közöm. De minden esetben, amikor megnéztem ezt az anyagot, akkor volt egy dilemma, hogy mivel, hogy nincs benne, tehát nincs benne szemérmeskedés, tehát mindent úgy mutatta, hogy egyébként ott megtörtént, tehát nincs egyensúlyozva a dolog. Itt konkrétan arról van szó, hogy megy egy magyar országi asszisztens be egy cigány közegbe, onnan el akar hozni egy szereplőt, és azt pedig meggondolja magát, nem akar jönni, és ebből egy végeérhetetlen tortúra. Nem akar jönni az egyik, nem akar jönni a másik, nem akar jönni a harmadik elmegy valahogy. Tehát, hogy meg van mutatva úgy, ahogy egyébként történik az egész, és nekünk az volt a félelmem, hogy esetleg felerősítheti a cigányokkal kapcsolatos sztereotípiákat. De közben meg rájöttem, amikor újra és újra néztem, hogy itt sokkal többről van szó. Egyrészt sokkal pozitív képet fest a cigányokról, mint ami egyébként az emberek képzeletében így már démonizálva megjelenik. Akkor mi a dokumentumfilm? Az, amit láttatni akarok, vagy amit látok? Minden dokumentumfilm értékű, ami a valóság által kreált nagy helyzet, tehát, és ha éppen egy mobiltelefonnal lefilmezem, képet csinálok róla, akkor az annak helye van a dokumentumfilm világában? Én azért vagyok ezzel kapcsolatban nagyon zavarban, mert kinyitja ezt a lehetőséget. A játékfilm az nem, mert azt én kreálom. Ott is vannak kérdések. Tehát amikor egy bizonyos témáról úgy beszélünk, hogy ez így volt. A játékfilm mondjuk állít egy ilyet. Például nekem a Fehér Tenyér című filmmel voltak ilyen mérkőzéseim a film bemutatását követően, amikor a Torna Szövetség fel voltak háborodva, hogy hát ez nem ilyen volt. Lehet, hogy ott nem, lehet, hogy ők nem így érzékelték. Ez egy szubjektív dolog, és a játékfilmnél én ezt tudom vállalni, hogy én ezt így érzékeltem, és ezt én így látom. Tehát nekem ez így volt, ezt én így éltem meg, ez egy játékfilm. De ott is különböző valóságok és különböző tapasztalatok vannak, és az ember ilyenkor konfliktusba kerül, vagy ütközik, de ezt mindig kell tudni minden út elején, amikor az ember elindít egy folyamatot, aminek a végén egy nyilvánosságra került gondolat van, hogy ennek megvan az esélye. És sőt, nem hogy az esélye, ez mindig bekövetkezik. Mindig lesz valaki, aki ezzel vitatkozni fog, és össze fog ütközni két álláspont, két valóság, két valóságérzékelés. A dokumentumfilmnél hát ez egyszerűen olyan tág, annyira kinyitja a dolgot, mert mondom, abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy ez nem kreált, hanem ez így történt meg, ezt tényként kezeljük. Tehát, hogy ez így történt, de mivel, hogy le van válasz, ami, hogy szerkesztő, ami, hogy sok esetben előkészítve vannak helyzetek a rendező által, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, valószínűleg valóságos, és sok mindent elmond, de
Szóval ebben nem akarok belemenni, mert nekem annyira... Nézzük ki azt a kérdéssel, hogy hogyan keverjük és keverhetjük a dokumentumot a fikcióval. Hogyan válik a dokumentum keverése a fikcióval a fikció dokumentalizálódás? Egyszerűen a néző jobban elhiszi a fikciót is, hogyha a dokumentummal keverem. Hogy ezt milyen mennyiségben, milyen arányban lehet? Ezt akkor hagyjuk másnak azt a témát. Igen, de az tény, hogy iszonyú sok mindent meg lehet tudni közegekről, emberekről, ha dokumentumfilm, ha játékfilm, tehát rengeteg információt képes, és a kevert műfajokban is, és lehet, hogy legpontosabban fejez ki. Tehát itt mindig arról van szó, hogy megközelítünk. Tökéletesen nem lehet, de megközelítünk egyfajta igazságot. És soha nem lehet tudni, hogy mi az, ami megközelíti a legjobban. Tehát, hogy ez egy játékfilm lesz, dokumentumfilm lesz, vagy valami kevert műfajú dolog, és hogy igen, tehát... Tehát gyakorlatilag ugye háromféle valósággal szembesülünk, virtuális politikai alternatív tényvalóság, és az a valóság, amelyből élünk. Na most ennek a valóságnak a legfontosabb eleme a tény. Tehát mind a tudomány, mind a filozófia, mind a józanész tudja, hogy egy adott pillanatban a mi életünk, viselkedésünk és a jövőnk szempontjából a legfontosabb a tényeknek a pontos ismerete és a tényeknek a tisztelete. Tehát ilyen értelemben a tények értékekké is válnak. Na most a dokumentumfilm az a műfaj, a dokumentum irodalom mellett, és nyilván ugye más hasonló műfaj keretekben, amelyik célzottan az életünk alapjául szolgáló tényvalóságot deríti fel. Hát szerintem elsősorban, amikor egy alkotó eldönti, hogy egy témát megfogalmaz, akkor elsősorban az a téma saját magát érdekli. Tehát nagyon sok minden körülvesz bennünket a világban, és az alkotó dönti el, hogy ebből mit szeretne megfogalmazni, és mit tud megfogalmazni, egyáltalán mit lehet kimondani, és egyáltalán van-e kerete, hogy a saját gondolatait meg tudja valósítani. Tehát értem ez alatt a fizikai keretet, anyagi keretet, a stáb tagjait, van-e embere, és hát felszerelés, stb. Tehát sok mindentől függ. Sebő Komám azt proponálta, hogy vegyük fel, hogy a Tibi bácsi engem tanít, mert szeret játszani. Az egy másik ilyen gyors tánc. És én mondom, mi a fejnek? Nem tudom, ezt ne vegyük föl, hát majd ha tudom akkor, hát a tévében, hát hogy néz ki, filmre veszik, hogy nem tudom, hát micsoda hülyeség. És kitol velem a Sebő mindig, mondom, hagyja felé. Hál' Istennek megvan ez a film, és gyönyörűen dokumentálja azt, hogy tényleg nem tudok semmit. Kész. Hát most nem tudom teljesen bemutatni úgy, de ez a műnöccelő volt, hogy... Mozgalom egész történetét magába foglaló dokumentumfilmet készítettél a Halmos Béla portréban. Neked úgy éreztem, hogy az életedben is fontos volt ez a zenei mozgalom a kezdetektől fogva. Hogy alakult ez? Egy budapesti, városi fiatalember akkor egyszer csak érdeklődni kezd, és meg is szereti ezeket az ősi magyar népzenéket. 16 éves koromban számomra a legfontosabb élmény, vagy talán az egész életemre a legfontosabb két élmény az volt, hogy Budapesten a forradalmat átéltem az utcán, és meghallottam a rock'n'rollt. Na most tehát a zene itt bejön a képben nagyon erősen, és hát akkor, hogy picit röviden mondjam, ugye az 50-es években már elindult, a 60-as években kibontakozott Magyarországon a rockzene, és a 60-as évek második felében pedig különböző ilyen alternatív zenei mozgások is
indultak, hát ugye Cseh Tamás nagyon ismert, vagy a Kex, vagy a Sirius, ugye a jazz irányában, és a Sebő Feriék is ugye elindultak az ő énekelt verseikkel, és én erre nagyon figyeltem, ezeket mind követtem, figyeltem, jártam, és aztán amikor Feriék 71-72-ben rákaptak a névzenére, hogy hogyan azt a filmen lehet megnézni, akkor én is gyakorlatilag hát azonnal éreztem, hogy itt valami nagyon, ugyanolyan fontos és ugyanolyan érdekes dolog hangzik, hallatszik, mint amit mi a rockban megszerettünk, csak hát éppen ez a sajátunk. A dokumentumfilmek tematikája általában vagy a mai valóság, vagy pedig a közelebbi vagy távolabbi múltnak a valósága, annak a felderítése. Hogy érzed, hogy mi lenne az Magyarországon és Erdélyben, ami nekünk magyaroknak sürgős lenne, hogy most rögzítsük a még meglévő jelekből, vagy a még élő embereknek a segítségével, milyen valóságot kellene nagyon sürgősen rögzíteni? Hát azt hiszem, hogy nem lenne helyes, ha most én itt témákat mondanék, mert szerintem ugye pont az ennek a dolognak a lényege, hogy az, aki ebben benne van, aki ebben a szakmában van, aki fiatal és ez iránt érdeklődik, az találja ki, és az érezze meg, hogy mi az, ami fontos most. Mert mi már ugye az élő klasszikusok vagyunk, ugye? Úgyhogy az, hogy mi mire gondolunk, vagy mi mit tartunk fontosnak, ez talán nem annyira döntő. Én szerintem a mi életünk ugye arról szólt, hogy megpróbáltuk a filmeket azt szerint csinálni, hogy mi akkor éppen mit tartottunk fontosnak, mit tartottunk lényegesnek, amiben benne voltunk. Na most én úgy érzem, hogy a mai kollégáknak, és hát elsősorban a fiataloknak is kellene ezt érezniük, és erre kéne figyelniük, mert az egy külön pluszt ad ugye hozzá, hogy valaki kortárs ember egy mai jelenséget vizsgál, de hát szerintem a filmnek ez a fajta funkciója, ez fönnmarad és fönnáll, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy próbálja megtalálni az igazi, aktuális témákat. Én ha végig gondolom, hogy mi történt Erdélyben, mi történt Romániában, egyáltalán a mi vidékünkön az elmúlt 30 évben, és ami történt, annak élnek a szemtanúi, sőt a résztvevői is. Én például ezt látnám nagyon-nagyon sürgősnek, hogy ezt a közelmúltat, de visszamehetek akár 60 évvel is, mert annak is élhetnek szemtanúi, hogy ezt kellene úgy rögzíteni, hogy minél több ember mondja el, hogy hogyan élte meg például Erdélyben azt, amit román forradalomnak nevezünk, hogyan élte meg a rendszerváltásnak az első zavaros éveit, amiben minden és mindennek az ellenkezője lehetséges volt. De gondolom ez akár Magyarországon is. Természetesen maximális egyetértek, hogy ezekről kellene szóljanak a filmek, de most ha megfordítom a dolgot, akkor azt mondom, hogy nem csoda, hogy nem nagyon szólnak erről filmek, vagy ha igen, akkor sem biztos, hogy túl erősen. Tudnilik, hát a társadalom nem dolgozta föl ezt a történést, amiről beszélsz. Tehát itt a legellentétesebb és a legzavarosabb elképzelések és emlékezések vannak erről a 20-25 évről. Ez a mai helyzetünknek az egyik jellemzője, hogy ennyire ellentétesen éljük meg. Most a kommunizmusról úgy nagyjából, a többség úgy nagyjából egyformán gondolkozik, de az, hogy ebben a 20-25 évben most mi volt jó és mi volt rossz, ezért azért nagyon éles szemlenállások vannak ebben a dologban. Akár csak mi este, ha leülünk egy asztal körül, akkor is biztos, hogy hamar összevitatkozhatnánk, hogy ezekre a dolgokról. A kommunizmusról például egy sablonkép alakult ki, úgy tűnik nekem, a részletes információk nélkül, és azóta felnőtt egy nemzedék, amely nem élt, amelynek alig vannak információi arról, ami történt korábban, és nem is kapja meg az információkat, pont azért, mert egy ilyen nagy csend volt, valószínűleg akik bűnösnek érzik magukat, akkor azért hallgattak, vagy egész másról beszéltek,
akik pedig nem, akik szenvedtek, azok örültek, hogy felszabadultak egy kicsit, és megszabadultak attól, ami akkor volt. Igen, hát ez valószínűleg így van, és hát lehet, hogy mi is hibásak vagyunk abban, hogy ezt, ennek nem mentünk jobban utána, és nem, de hát azért tényleg én még ma is azért néha talán érezném ilyen típusú témákkal kapcsolatosan, hogy ma is ütközhetne az ember esetleg akadályokba, hogyha ilyen témákat a 89 előtti dolgokról próbálna mondjuk egy filmet forgatni, lehet, hogy ma is ütközhetne akadályokba. Igen, de már azért legyőzhető, vagy majdnem legyőzhetőek ezek az akadályok, tehát a hozzáférés a dokumentumokhoz, egyre több dokumentumhoz lehet hozzáférni, kell valaki, aki oda menjen, és aki üsse az asztalt, és itt tovább. Jó, na most ugyanakkor meg, akkor most na két dolgot mondanék. Egyrészt, hogy az egyik baj az, hogy ugye annyira megváltozott a hétköznapi életünknek a koordinátái annyira megváltoztak, hogy a fiatalok ezért egyáltalán nem is tudnak semmit ezekről a dolgokról, de nem is érdekli őket. De nem is érdekli őket, tehát ha őket mondjuk jobban érdekelni, akkor lehet, hogy mi is inkább ambicionálnánk azt, hogy ilyen filmeket készítsünk. A dokumentum filmedésnek van egy nagyon komoly etikája. Tehát az, hogy mit fényképezünk le, és főként, hogy mit mutatunk be utána, az egy nagyon-nagyon komoly morális kérdés. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni. Én a Magyar Dokumentarizmus Iskolájának egyik, hát talán mondhatom, hogy elindítója, vagy legalábbis fontos szereplője voltam. Tehát ebben maximálisan benne voltam nyakig legkülönbözőbb és legkeményebb és legérdekesebb dokumentumfilmeknek a Balázs Béla stúdióban, mint ilyen producerféle ember vettem például részt, nem csak a saját filmjeimet csináltam, hanem a többiekébe is részt vettem, és ott nagyon komoly vitákat folytattunk erről, és ez egy nagyon kényes és nagyon, hogy mondjam, nagyon fontos kérdés, hogy mi az, amit ha valóságos emberekről van szó, és valóságos arcokat mutatunk, hogy abból mit szabad a vászonra tenni, és mit nem. Ez az intim szféra tulajdonképpen a személyiség kérdése, tehát a személyiség jogok kérdése. Erre vonatkozóan jogi és közigazgatási szabályozók is vannak, ugye nem beszélve az etikai dimenzióról. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ilyen értelemben egy megegyezés sem nagyon lépheti át a szabályozóknak a határait, mert külső tényező is támadhatja ugye ezt a megegyezést. Tehát én bármennyire is fel akarhatok tárni az én személyiségi, mondjuk rejtett dimenzióimból olyan tényeket, amelyeket a nyilvánosság elé nyilvánosságra tartozónak gondolok, mégis a nyilvánosság kulturális kódja nem engedi ezt meg, és ezt tudomásul kell vegyük. Szerintem ez az etikai határ az a határ, amit mindenki saját magának felépít. Tehát nálam személyesen ez a határ nagyon, nagyon szűk. Tehát engem nagyon zavar, hogyha a szereplőm nem érzi jól magát. Ezért úgy gondolom, hogy igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen ez határozza meg a filmnek is a hangulatát. Tehát lehetünk tolakodóak, lehetünk csalók. Tehát át lehet verni egy kamerával a szereplőt, mert a szereplő nem tudja, hogy tulajdonképpen a kamera mekkora hatalom. Át lehet őket verni, de nem érdemes, mert úgysem lesz az a film őszinte, úgysem fog az a film tulajdonképpen olyan üzenetet hordozni, hogy ezt érdemes legyen a szereplővel megtenni. Tehát úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy a szereplő érezze jól magát, és ő az, aki eldönti, hogy meddig enged közel. Hát a legjobban a Babuka a Fűben szerettük. Nem csak én, nagyon szerencsés zsűri voltunk a Boros Zoltánnal és a Szomjas Györggyel, mert igen egyetértett, nem volt vita.
nagyjából ugyanazt gondoltuk. Tehát igazán a legjobban a Babuka filmben, mert halálosan jópofa, szellemes, egy eredeti gondolat, és egy nagyon eredeti forma van hozzá kitalálva. Szóval ez úgy jó, ahogy van. És aztán szerettük nagyon az Angélát. Az már egy kicsit, ez amiről beszéltem, hogy nem sikerül kerekre zárni, tehát egy kicsit ottan, kicsit jobban bele kéne kérdezni, kicsit világosabbá kéne tenni, tehát történetebbnek kéne ennek lenni egy kicsikét, mert benne van az anyagban, de annyira bájos a főszerep, ami egy nagy találmány ez a kislány, és annyira szép a viszony, ahogyan kezel őket, gyönyörű a jelenet a börtönbe, az asszonyka meg a férj között, szóval azt nagyon szerettük. Hát elég sok filmből kellett válogatni az előzsűrűzés folyamán, és hogyha szabad rezonálni arra, amit Ibolya mondott, akkor szinte ugyanazokat tudnám kiemelni, és ugyanazokból az okokból. Annyit tennék még hozzá, hogy a Babuka az különösen szerettem, mert hogy van bennem egy kicsit ilyen filmtörténész oldal is, és ugye ez a Burt Lancaster háttértörténet, hogy akkor igaz vagy nem igaz, ez nekem egy nagy pluszt adott a filmhez, amellett, hogy nagyon szépen meg van csinálva animációval ez a családtörténet. Hát aztán, hogy szerelem volt-e, vagy csak szimpati, vagy úgy hívják, ilyen szimpatia. Azt nem lehet tudni, nem tudom, hogy na de a lényeg, a pasas olyan szerelembe esett, hogy aztán nap mint nap látogatta a babust, úgyhogy egy kicsit jobban is ment a soruk. Ő segített nekik kajával. Vitt nekik ilyen mogyorókrémet, tudod. Szappant. Pelenkákat. Tájpót. Kicsit takarót. Pogrócokat. Paplanya, amit az egyik paplany meg is van, bikva van állítólag, amit ő adott. Aztán egy tag az a takaró meg volt sokáig, mi vágtuk fel a babáinknak, majd később. Gyopár megosztva kapta a díjat Püsök Botondal. Most kettő közül veled van alkalmam beszélgetni, és hát először is gratulálni szeretnék, mert tényleg egy ügyes film volt. Köszönöm. Gondoltál-e rá, hogy ezt díjazza az a zsűri, akinek egyik tagja, éppen Fekete Ibolya, akinek van egy olyan játékfilmje, ami, hogy úgy mondjam, valamilyen fajta távoli, de mégis csak rokonságot mutat a te filmeddel. Ilyen családtörténet, igen. Hát díjra pont nem számítottam, mert műfajilag eléggé kilóg a sorból, és úgy nem tudom, arra számítottam, hogy így nehéz lesz bárhova is tenni, és akkor emiatt így nem lehet számítani ezekre a standard díjakra. És mondjuk Fekete Ibolyával az van, hogy ő a tanárnőm, tehát vele elég sokat konzultáltam erről a filmről, meg hát alapból érdekelte, mert ugye a családtörténet, ő is érdekelt ebbe a témába. Úgyhogy Ez pont nem volt akkora meglepetés, de értelemszerűen azért nem mondta ő is. Mennyire voltál olyan helyzetekben, amikor el kellett döntened, hogy mennyi mutatható meg, és mennyi nem abból, amit nyersanyagon megvan neked? Volt-e már ilyen helyzet az életedben, munkád során? Hát volt, ilyenekkel mindig szembefutunk. Mondjuk eddig a legtöbb dokumentumfilmet az az igazság, hogy így közeli emberekről, hozzám közel álló emberekről csináltam. Úgyhogy mindig úgymond rendezés közben is úgy alakítottam a dolgokat, hogy ne kelljen ilyenekkel szembe menjek. Tehát hogy csak azért sem vettem fel olyan dolgot, amit tudok, hogy később nem tenném be, mert a másikkal szemben nem fair vagy nem szép. Most a család amúgy nagyon sokat megkérdezték, hogy nem gondoltam azt, hogy kiszolgáltatom őket, vagy nem furcsa nekem, hogy ezt a saját történetemet így tálalom. Ugye akkor ez a Babuka most akkor mennyire volt barát a híres filmszínésszel, meg mennyire nem?
Hát valószínűleg volt valami, nem tudjuk még mai napig se, de hogy tényleg gyönyörű nő volt, úgyhogy simán szerelmes lehetett belé egy amerikai katona, aki később színész lesz, hát miért ne? Teljesen valós. És akkor ez is egy helyzet volt, hogy a család? Igen, ez is egy helyzet volt, hogy a család, igen. Mondjuk pont ebben a történetben szerintem annyi lehetőség nem volt a családot kiszolgáltatni, nem voltak konkrétan olyan helyzetek. Ezt amúgy egy hosszabb interjú folyamat előzte meg ezt a filmet. Igazából van egy nagyon nagy anyagom, és annak egy epizódja, ez a film, amit megcsináltam. És abban nagyobb anyagban vannak ilyen helyzetek, amikor hát így kell vacilálni, hogy akkor most meg kell mutatni a nagyvilágnak, vagy miért. És hát ez egy, nem tudom, folyton eldöntendő kérdés, meg én se tudom, hogy mit és hogy. Hát ilyen finoman kell lavírozgatni meg. És általában hogy kedveled, hogyha egy dokumentumfilm nagyjából szinte, hogy úgy mondjam, idézőjelbe vágatlanul teríti a témát, vagy pedig, hogyha azért szelektál, így most fiatalon mi a véleményed filmesként erről a témáról? Hát rendezőként ugye a vágásra van az embernek hatalma a filmje felett, a dokumentumfilmbe. Úgyhogy szerintem rendezőként fontos, hogy megvágjuk a történetet ahhoz, hogy jöjjön ki a lényeg, mert másképp igazából abból élünk, amit a másik csinál, és semmi nem a mire szortunk, úgymond. Úgyhogy szerintem fontos, hogy vágjunk, hogyha nem torzítjuk ezzel az igazságot, vagy hogyha nem visszük el túlságosan olyan fel, ami már nem a valóságot tükrözi. De én inkább ilyen vágáspárti vagyok. Rendezői szempontból az egy, nem tudom, az egy feladat. Van bátorsága a fiataloknak a fontos és időszerű témákhoz nyúlni a dokumentumfilm szinten? Értik annyira a világot? Igen. Hát szerintem nem értjük a világot, de amúgy úgy látom, hogy bátorság az volna. Tehát például Boti is az Angéla filmjével nem tudom, jó helyre ment filmet készíteni, tehát hogy egy jó témához nyúlt. Szerintem volna bátorság, igen. Hát persze még van ahova fejlődni, meg tudom én, de hogy nem rossz ez a matéria, amit van nálunk az egyetemeken. Ez a sok kis filmes tanonc. És eltelt egy csomó idő. Később Babos nézett egy filmet, valami ifjúkori filmje volt, egy háborús, és katonatisztet játszott benne. Csak úgy mondta, hogy ott találkozott vele Ausztriában, egy erdőben. Megy ez a fiatalkori film, és egyszer Babos azt mondja, hogy ez volt az a film. Higher, 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 chase the devil away, Lord, I come to this fire.